Gondoltál már arra, hogy milyen lenne a kedvenc csokidat óriásira felnagyítani és ugyanígy, mint egy végtelen boldogság forrást? Mai videómban egy óriási Twixet fogok készíteni, ha tetszik az ötlet, akkor szavazz, mi legyen a következő óriás csoki. A sütőformától függően 300-400 vagy akár 500 g csokoládét olvasz föl. Egy kevés kókuszolajat keverj hozzá azért, hogy amikor visszadermed, picit puhább állaga legyen. Egy őszgerinc formát bélej ki egy sütőpapírral. Egy kis konyhai trükk, hogyha bevizezed a papírt, könnyebben ott marad a forma oldalán. Önts a forma aljára egy jelentős réteg csokoládét, és tedd be a fagyasztóba egy pici időre. Amíg megszilárdul, addig egy zacskó puha karamellát mikróban, gyakran kevergetve, alacsony hőfokon olvasz fel. Amikor felolvad, adj hozzá egy kevés tejet, hogy önthető állaga legyen. Amint picit kihűlt a karamellás massza, a megdermedt csokoládé réteg tetejére csorgathatod. Ekkor mehet rá egy réteg babapiskóta, és vissza kell tenni újra a fagyasztóba, hogy ezeket a rétegeket is megszilárdítsuk. Végül a tetejére jöhet egy utolsó réteg csoki, és megint fagyasztani kell. Megdermedt óvatosan vedd ki a formából, és végül a tetejét öntsd le még egy záró réteg csokival, és ezzel készen is van az óriás Twix szeleted. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire szavaztok, és mi lesz a következő óriás csoki, amit elkészítek. Hogyha tetszett a videóm, akkor nyomj egy lájkot rá, és iratkozz fel a gasztro csatornámra további kreatív recept ötletekért. Látogass meg webshopomat az ízemlékek könyvért. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Sziasztok! Szép kreatív napot!